Sziasztok, Felem vagyok, ez pedig a Kritikus Együttműködés 12. része lesz. És ma összesen két ember fogja ezt elkövetni, ketten vannak csak a szakaszban, és ők pedig Bull Andrew az E100-as nyergében, és Fighter Style az Object 704-esben. Na most, azt hiszem, hogy az E100-ast azt nem nagyon kell bemutatni senkinek. Ő a 10. szintű német nehéz tank, legalábbis az egyik ugye a Maus mellett, és mostanában talán ő a gyakoribb, az E100. És hát irtozatos, félelmetesen jó páncélozott, aki tudja már próbálkozott átlőni, az tapasztalhatta, milyen kemény egy tank tud lenni, és az ágyúja, az pedig egy érdekes ágyú, itt most a nagy ágyú van fent rajta, aminek az átütése nem valami hatalmas egy 10. szintű nehéz tankhoz képest, 235-ös, viszont a sebzése 750, tehát hogyha valamit átüt, akkor hűha, oda tettünk egy nagyot. Az Object meg hát ugye a jó kis BL10-es ágyúval köpköd, aminek szintén 750 az átütése, illetve az átütése lenne, az tök jó lenne, a sebzése, és ugye 289, azt hiszem, ha jól sejtem, akkor nagyjából annyi lehet az átütés, tehát ott itt is egy elég komoly ágyúról van szó. Úgyhogy nézzük meg, hogy itt mit fognak csinálni a fiúk. A pálya az Erlenberg, és ez egy encounter pálya, tehát most egy darab bázist kell elfoglalnunk. Lássuk, mi történik. Tehát itt indulunk az alsó sarokban, és hát mindjárt láthatjuk, hogy az E100-as az egy nem egy kapkodó idegbeteg tank, egy megfontolt, brutális pusztító inkább. És elindulunk föl itt az a bizonyos domb mögött megyünk, amit annyira szeretek én, hogy ezen a pályán jelenek meg és ezen a részén, mert onnan fentről aztán tényleg nagyon jól lehet TD-zni. De hát ugye itt most egy encounter pályáról van szó, és már hárman vannak a körben. Az ellenfél csapata nem nagyon totojázott. Nem teljesen értem egyébként máig, hogy miért jó ez a megoldás, mert ha most tegyük fel, hogy elfoglalnák, akkor mégis mennyi XP-t kapnának mindenféle sebzés nélkül. Nem sokat. Úgyhogy szerintem a játék elején nagyon-nagyon fölösleges a pontot ilyen módon veszélyeztetni. Már csak azért is, mert ha valaki kimegy oda a szabadba, akkor nagyon jó célpontot nyújt az ellenségnek, és egyszerűen csak villámgyorsan elhullik. Mindenesetre most a mi AMX-12-esünket szedték ki, és már ott láthatjuk is, szemben jön az ellenséges frontvonal, egy Indian Panzer, meg egy T-54E1. Hát igen, az E100-assal nem nagyon kell félnünk ezektől a tankoktól, ugye kivéve, hogy ezt a bizonyos hasi páncéllemezt találják el, ahogy látjátok, ez elég nagy, és nagyon könnyen átlőhető. Ráadásul én úgy tapasztaltam, hogy az E100-asnak ezt a részét itt viszonylag könnyű átlőni, mert igaz, hogy jó páncélozott, viszont abszolút nincsen dőlésszöge. Ez egy teljesen sík páncéllemez, úgyhogy ha nagyon nem látom azt az alját, a kis pocakját a fiúnak, akkor egyszerűen belehúzok egyet oda az ágyú mellé, és sok esetben átmegy. Hogy persze ez elég komoly átütésű ágyúra van szükség. Egyértelműen nem 180-as pennel, még egy pörsinggel próbálom átlőni ott. Na nézzük, csak lassan ide érünk a frontra, miközben ugye ott nagy szembenállás alakult ki. Hoppá! Fighter Style leszette szépen azt az Indian Panzert. Úgyhogy egy kill már is megvan a csapatnak. És ott meg így ott egy arti. Szegény. 235-ben bőven elég. Az elszállás egyszerűen lepukkantotta, vagy letüsszentette a hatalmas ágyúval onnan. Ez már két kill. És az Object-tel Fighter Style nem szórakozik. Miközben Andrew megpróbál itt felülről támadni. Hoppá! Egy újabb kill az Object-nek. Nézzük, sikerül oldalba lőnünk ezt a T-54-est. 235-ben megint csak bőven elég, hogy őt oldalba húzzuk. Ez kicsit veszélyes volt, mert esetleg ott a tornyáról lepatalhatod volna, de ehelyett kapott egy óriásit. És Fighter Style megint csak bevégezte helyettünk. Semmi gond. Ez már 4 kill a csapatnak, és itt egy másik E100-as, ő a kisebb ágyúval van, ha jól látom. Közben az IS-3... Wow! Ezt pulverizáltuk. Egyszerűen porrá őröltük szegényt. És itt most Andrew egyszerűen fogja magát, kapott egy hatalmasat az E100-as a pocakjába, és dur neki megyünk, 203. És Fighter Style is neki megy. Ugye egyszerűen nem tudjuk megölni, kénytelen vagyunk ellőni egyet. És ez már 6 kill a csapatnak. Közben 6-2 az állás, de az ellenfél bent van a körben nagyon. És nagyon távol vagyunk onnan, úgyhogy most kénytelen vagyunk elindulni. Közben az Arti ide húzott egyet-kettőt, de hát nem nagyon talált el szerencsére. Na persze minden Arti szereti az E100-est, hiszen olyan szép nagy célpont, és nem is túl gyors. Úgyhogy az a 110-es kidugná a fenekét, és megteszi nekünk a szívességet. Puff, és felgyújtottuk. Hát igen, ezt bizony felgyújtottuk. És nem volt, úgy látszik, hogy vagy a srác nagyon nem tudta, hogy hova kapja hirtelen a poroltóért, hirtelen tudtam kinyögni.
ő meg hirtelen nem tudta eltalálni valószínűleg a gombot, vagy nem volt neki, ami nagyon nagy butaság a részéről. Mindenesetre felgyújtottuk és meghalt. Ez a hetedik kill. Látnak bennünket, vigyázzunk el az ártira. Itt meg egy VK4502, az igen jó páncélozott 9. szintű, ugye Maus előtt egyel, volt már videó vele. És az oldalát mutatja, hogyha most ki tudnánk ki szépen menni ezzel a sidescraping technikával. Igen, egy kicsit itt egy kicsit lassúak voltunk, illetve Andrew egy picit lassú volt. Talán oda lehetett volna húzni egyet, kis szerencsével. Egyre még full élete van. A V-ket nagyon nehéz átfőni, 235 pen nem elég ahhoz, hogy átfőjük az elejét, ha csak nem jó helyen találjuk el. Az oldalát viszont nagyon könnyű lenne. Jé, még egy árti. Ezek az ártik szeretnek oda kiállni elénk. És kapott egyet. És hát az elgondolkozhatott volna azon, hogy itt jön a front, akkor mégis hogy mit keres itt, lehet, hogy AFK volt. Nem tudom. És utána már csak 1000 élete van a VK-nak. És eddig 8 killnél tart a csapat. Andrew egyszerűen kimegy elé. Egy... Igen. Ugye, azt hiszem ezt prémiummal lőttük, ha jól láttam. Így van. Nem véletlen. Tehát Andrewnek ez a jó döntése volt, mert a VK45-öt nagyon-nagyon nehéz lett volna átjutni 235-ös pennel. Ott a T21-es, ami könnyű tank ugyan, de ahhoz képest viszonylag nagy. Csak épp úgy kilátszik a teteje, nem túl valószínű, hogy... Ahhoz képest elég pontosan ment az a lövés, de mégis egy picivel felé. 9 kill-je van a csapatnak már. 4730 sebzés néhány egyébként Andrew, nem tudom, hogy fighter style mennyinél jár. A végére megint csak fel fogom tenni a statokat, ha minden jól megy. Tehát a videó végén megtaláltjátok őket. És közben 11-9 egyre szorosabb lesz az a meccs ahhoz képest, hogy olyan egyértelműnek tűnt az elején, és látnak bennünket, valahol az előbb ott volt jobbra egy AMX-50B, lehet látni a minimapen, és ott is van full életen, közben lepattan egy lövés rólunk, hogyha az oldalunkat tudjuk neki mutatni, akkor nem lesz baj. Bum, 883, ouch, most átment. Igen, és most Andrew ügyesen mozgatja a tankot, és próbálja szögbeállítani az oldalát. Még egy lövés, így van, ez is lepattant. És az AMX-nek most újra kell tölteni, ugye dobtáras, most egy darabig veszélytelen. Nem is nagyon kell vele foglalkoznunk. Mehetünk segíteni az E75-nek. Közben 6-4 az állás, Fighter Star valaki kicsinált. Úgyhogy 10 kill már csak 2 kéne, és 3-on vannak a fiúk. Úgyhogy ilyen jó esélyeink vannak. Andrew pedig az AMX-50-re pályázik, az 50B-re. 13-10 az állás, hopp. 13-11. 6-5, Fighter Star megint kicsinált egyet, 6-5, és ez azt jelenti, hogy már csak egy kill kell. Ezért szépen, ívesen átment a domb fölött, és telébe talált a szegény AMX-50B tornyát. És ezzel meg is van a 12 kill kérdés, az, hogy sikerül-e megszereznünk a T-44-est is, mielőtt valaki lelövi mondjuk a Tigris 2 vagy az S-51-es. Crucial contribution, fuck yeah. Így van. 6000 sebzés fölött vagyunk egyébként, és 7 killje van Andrewnak, ami azt jelenti, hogy már csak egy kill, és nem csak, hogy a kritikus együttműködés lesz meg, hanem a Reddy Walters medál is. Így kapott egyet az objektünktől, tehát Fighter Style megint belegúzott valakibe egy nagyot, és úgy tudjuk, hogy a T-44 felénk jön, nem fog örülni neki, azt kell, hogy mondjam. Szegény T-44, bum! Belenézett a nagy ágyúba. Na hát, ez szóval, hogy a fiúk megint csak túl teljesítették itt a követelményeket, nem 12, hanem 13 killt láthattunk, ugye 8 és 5. És igaz, hogy Fighter Style jött ki kevesebb kill-le, de nagyon-nagyon komoly mértékben hozzájárult, ugye valószínűleg ez egy igazi kritikus együttműködés volt. Egyértelműen lehozták a fiúk, gratulálok nekik. Na hát, remélem tetszett, hogyha még nem iratkoztatok fel a csatornára, akkor tegyétek meg. Lájkoljátok a videót, lájkoljátok a Facebook oldalt, és akit érdekel, még mindig fenn van a jelentkezés a novemberi Nemzetek csatájára, nézzetek meg a Redditen, a videó alá berakom a linket, ahol megtaláljátok, ahol jelentkezni tudtak. Illetve még mindig érdekel engem az, hogy milyen játékot szeretnétek még látni a csatornán, erre is van egy topic fönt a Redditen, erre is megtaláljátok a linket a videó leírásában. Sziasztok!